Június 8-án a Vigyázó Sándor Művelődési Ház Fórum termében tartották a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének legnagyobb rendezvényét, a TÖOSZ éves küldött gyűlését. Az eseményen a megjelentek a kötelező napirendi pontokat, emellett a szövetséget érintő önkormányzati és közigazgatási rendszer változásaira vonatkozó javaslatokat tárgyalták meg. A rendezvényen többek között jelen volt Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, és Riz Levente, Rákosmente polgármestere is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének éves küldött gyűlésének döntő fórumát június 8-án tartották. Ez az esemény igazán jelentős a szövetség életében, mert csak éves szinten kerül megrendezésre. Ez ugyanúgy levezetésre kerül, mint egy képviselőtestetülés, napi rendi pontokkal, előterjesztésekkel. Igazából az elmúlt évi teljesítés, az idei évi költségvetés, mind egy rendes önkormányzatnál, az önkormányzati szövetségnél is így van. Ezen kívül az elmúlt évi tevékenységről szóló részletes beszámoló, és hát ajánlások megfogalmazása a jövőt illetően, amiket leszűrtünk az elmúlt évből, foglalkozunk a költségvetéssel, fejlesztésekkel, és talán a legfontosabb, ami ide tartozik, az a közsölői bérekkel és a közmunkával. Az elnök továbbá elmondta, hogy szeretnének javaslatokat megfogalmazni a több mint 3000 önkormányzat egységessé tételére vonatkozóan. Továbbá problémaként jelenik meg a kis településeknél a közmunka szervezése, illetve a TÖOSZ leginkább érintő kérdéskör a köztisztviselői bérek rendezése, melyekre szintén ajánlásokat fogalmaztak meg. Szeretnénk elérni ezt a kormánynál, hogy egy saját forrás 50 milliárd forintos, úgymond párti forrás ablakot nyisson meg a kicsi településeknek, hiszen az látszik, hogy az uniós támogatások jelentős része az főleg a megyeiugú városok és a járásszékhelyi városok és a középvárosok irányába tolódik el nagy részbe. Persze nem mondom, hogy nem fontos a gazdaságfejlesztés, de önkormányzati szempontból azt látjuk, hogy az önkormányzatoknak dedikált források jelentős része arra megy. Innétől kezdve kicsiknek, hogy a vidékfejlesztési programban van lehetősége pályázni. A rendezvényen Riz Levente, Rákosmente polgármestere nyitó beszédében kiemelte, hogy hisz az önkormányzatiságban, illetve a helyhatóságok közti együttműködésben. Nagyon megtisztelő, hogy a TÖOSZ bennünket választott ennek a küldött gyűlésnek a székhelyéül. Bízom benne, hogy talán nem véletlen. Az elmúlt évtizedben nagy munkát végeztünk, hogy Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerületévé váljunk. Reméljük, hogy ezen az úton haladunk. Talán azért is mondható ez, mert mi komolyan vesszük az önkormányzatiságot. Hiszünk abban, hogy az önkormányzat feladata jelentős részben a közösségépítés. Az önkormányzás ebben azt gondolom, hogy nagyon komoly eszközökkel és erővel bír. Számítunk, építünk a közösségekre, építjük a közösségeket, és próbálunk olyan települést formálni, ahol igenis nagyon jelentős szövetség van az itt élő polgárok és az ő életüket segítő önkormányzatok között. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat az egy nagyon fontos láncszem, egy nagyon fontos kapcsolat a kormányzat és az egyén a család között. Nagyon hatékony formának is gondolom, hiszen az ügyeknek a leghatékonyabb, leggyorsabb elintézési módja a helyi önkormányzás. Mi vagyunk ott a településeken, a polgármesterek, a képviselők, mi tudjuk, mi ismerjük a problémákat, és azt gondolom, hogy leghamarabb talán mi is tudjuk megoldani. Hiszek is ezért az önkormányzatiságban, és talán pont ezért választottam én magam is még annak idején 2011 körül az országgyűlési képviselői székhelyet, inkább a polgármesteri széket, amikor ez összeférhetetlenné vált, mert ebben látom a személyes jövőmet is és az én küldetésemet. A küldött gyűlésnek külföldi résztvevői is voltak, a Román és a Szlovák Testvérszövetség, illetve az Európa Tanács regionális önkormányzatának főtitkára Andreas Kiefer és elnökasszonya Gudrun Mosler-Törnström is jelen volt az eseményen. Az elnökasszony beszédében kiemelte, hogy a magyar delegáció nagyon fontos a kongresszus számára. Az Európa Tanács regionális önkormányzatának alelnöke a magyar származású Magyar Anna. Magyarország az egyike a 17 delegációnak, akik képviselik magukat a szervezetben, és döntéshozási felhatalmazással rendelkeznek.
Önök már a kezdetektől velünk vannak, és nagyon szoros együttműködést ápolunk a TÖOSZ-szal. Ahogy említettem is, a helyi önkormányzati szövetségek szerepe európai szinten is nagyon fontos. Az összefogás elengedhetetlen az érdekérvényesítés, tevékenységeink megvalósítása, a párbeszéd folytatása szempontjából, a politikai döntéshozás segítéséhez és a jövőre vonatkozó prioritások megvalósításához. Ezt követően a belügyminisztériumtól Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár tartott beszédet a helyhatóságok helyzetéről. Az államtitkár kiemelte, hogy többek között olyan programok indultak el és kerülnek a jövőben is bevezetésre, melyek segítségével folyamatosan figyelemmel kísérik a helyhatósági fejlesztéseket. Jelentős szerephez fog jutni a helyi közszolgáltatási, információs és informatikai rendszer fejlesztése is. Fontosnak tartom a helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztését. Mindenkinek a jegyző kollégája hivatal el tudja mondani, hogy mennyire sok az adatszolgáltatási kötelezettség, és sokszor nem látják azt, hogy ennek az adatszolgáltatásnak értelme van. Ugye az adat önmagában nyilván fontos, de csak akkor érték, ha ezt megfelelően tudjuk elemezni. Mi egy olyan rendszert készítünk most, ami 2018-ra elkészül, amely képes lesz arra, hogy a szolgáltatott adatokat, anélkül, hogy újra bekérnénk, vagy bárkit ismételten adatszolgáltatásra kérnénk, ezeket a szolgáltatott adatokat tematikusan, szisztematikusan, célzottan össze tudjuk válogatni, különböző elemzéseket tudjunk belőle készíteni, és olyan döntés előkészítési lehetőséget biztosít, amely alapján a kormány, a gazdasági kormányzat teljesen tisztán láthatja egyrészt a folyamatokat, másrészt a pillanatnyi helyzetet is. Az államtitkár beszéde után a résztvevők kérdéseket tehettek fel. A továbbiakban az esemény szakmai előadásokkal és a TÖOSZ éves jelentéseivel, javaslattételeivel folytatódott.